kedves nézőink! Jön a Szép Magyar Települések Érdekes Események blokkunk, és bizony nagyon boldogok vagyunk, hogy átléphetünk ezeken a kényszerhatárokon, és találkozhatunk olyan településekkel, akiknek itt lenne a helye, de hát a történelem nem így hozta. Rábukkantunk egy nagyon-nagyon szép helyes településre, már a neve is gyönyörű, Gelencének hívják, és annak is örülök, hogy Gelence polgármester ura vállalta, hogy segít nekem, hogy megismerhessük ezt a települést, úgyhogy már is szólítom Cseh Józsefet, Gelence polgármester urát. Halló! Halló, halló! Üdvözlöm! Hát nagyon-nagyon örülünk, hogy elvállalta, hogy segít nekem. Első is fontos dolog lenne, hogy megtudjuk, hogy hol is van Gelence. Gelence felső háromszék Kovászna megye legnagyobb települése. A Kárpát kanyarulat délkeleti kanyarulatában Kárpát-medence a Berezki havasok lábánál Gelence patak völgyében festői környezetben fekszik. Háromszékben fekvő színmagyar község Gelence patak szeli át, ami a községet felosztja két része, a keleti meg a déli rész, a Szaladár meg a Ladia falu részekre. Több mint 5000 lakója van. Itt a Székelyföld és egyben a nyugati kereszténység keleti csücskében, a házak mögött megbúvó kis katolikus templomban az elmúlt 700 év európai jelentésű kulturális öröksége rejtődik. Miről van szó? A 13. században épített háromszék leghíresebb műemléktemploma. Ma már az UNESCO kulturális virágörökségét jegyzett templom. Ami a lakosságot illeti vallás szempontjából 95%-ban katolikusok lakják, egy pár református családdal. Amit lényeges megemlítenem, körülbelül van egy ilyen 1000 fős létszámú kisebbség, roma közösség, ami ugye normális, hogy magyarul beszélnek, magyarul gondolkodnak, és katolikusok ők is. Ez, én azt mondom, hogy jó, hogy vannak, nagyon jól megférünk egymással. Bemutatnál nekünk a templomukat? A Gerincei Szent Imre herceg tiszteletére felszentelt katolikus templom. A 13. században építették, méreteibe 13,5-ször 8,2 méter. Egy nagyon nagyértékű freskó jelenet van, egy harci jelenet a magyarság történelméből, Szent László legenda, ami ezelőtt egy pár éve felújítódott, ami ezáltal is növeli az értékét. Tehát megépült ez az impozáns nagyméretű templom, több mint 40 évig épült. A felavatása 1903. július 17-én került sor, Gróf Majlát Gusztáv erdélyi püspöke avatta fel. A templom udvarán áll a nagyérdemű Márton Áron püspök és Szent Imre herceg mellszobra. Gelence azon kevés felső települések közé tartozik, ahol napjainkig megmaradtak a hagyományos népi mesterségek, szokások. Talán egyetlen település itt felső háromszéken, ahol a mai napig működik a falusi piac, amit hál' Istennek sikerült egy pályázatban teljesen felújítani, tehát nagy szenzációsan betölti szerepét. Mi mindent árulnak ezen a piacon? Zöldség és falusi termékpiacról van szó. Uh-huh. Állati eredeti és zöldség, de azon kívül minden. Mindennek egy kis zsibvásár is. Helyet kapottak. Heti vásár van, vasárnap délelőttönként van, talán mondhatnám az egyik legkeresettebb ilyen kisebb méretű piacok között. Mondhatjuk, hogy sokan foglalkoznak mezőgazdasággal? Gerence adminisztrációs területének egyharmada csak szántó. Kétharmada az a gyönyörű fenyves erdők. Itt zömében állattartással és talajmegműveléssel foglalkoznak. Azonban talán egyetlen település, ahol fennmaradtak a hagyományos népi szokások, mesterségek. Itt megemlíteném Kovács, Kádár, híres ácsmesterek, zsindelykészítők, székelykapukészítők,
paparagok, sajtkészítők, pálinka között, tehát szinte minden, ami egy falura rá lehet fogni. A másik fontos, amivel a gerinceiek foglalkoznak, új idők ugye új lehetőséget hoztak, és a faluban gyökeret vett a szolgáltatóipar, a faluturizmus. Hát nem csoda, gyönyörű táj, és ilyen különlegességeket lehet megismerni, megcsodálni, mint az ősi mesterségek. Hát gondolom, hogy a turizmus lesz majd a jövő. Igen, de úgy látszik, hogy nagyon-nagyon úgymond felkapott, és híre ment a főleg Magyarországon van rengeteg látogató. Na, el kell mondjam, hogy még a román testvérek is ellen látogatnak egy-egy csoporttal ide. Ugye, így van, tesszük, csodálják meg. Így van, lássanak egy kicsit, mert sokszor ők félre vannak vezetve, nem tudják, hogy pár kilométerre túl mi van, csak az, hogy itt székelyek vannak, és ezek nem szeretik a románokat, De nem éppen így van ez. A másik ugye ezzel kapcsolatos, ami csak a turizmussal kapcsolatos, megfelelő környezet van, szenzációs friss forrású vizeink, és néhányan újszerű vállalkozásba kezdtek, pisztránk neveldéket létesítettek. És ez mit jelent, hogy ők tenyésztik a pisztrángokat? Igen, normális tenyésztéssel foglalkoznak. Neveldéket létesítettek, és abban tenyésztik a pisztrángot. Ami normális, hogy a vendég asztalára kerül majd egyszer. És az milyen egészséges a pisztráng? Biza, és nagyon finom. Talán az egyik legértékesebb halfaj. És mivel foglalkoznak még? A fő foglalkozás az erdő kitermelés és a fűrészáru termelés. Van is akár, aki híres település szülötte? Igen, híres személyiséges falu szülöttjei voltak, vannak. Többek között megemlíteném Jancsó Benedek, aki mai napig iskolánk nevét viseli. Egy mellszobor van az iskola udvarán. Jancsó Benedek, bölcsész, történész, még a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. És a másik ilyen híres személyiség Bodor György, ő jogász történész, a helyi művelődési ház nevét viseli. De egy másik fontos dolog, amit sikerült, ugye most közeledik az évfordulom, 2014-ben egy magyarság két döntő történelmi eseményeinek állítottunk emlékhelyet. Az egyik része a győzelemről szól, sajnos a másik tragédiáról. Győzelem a Nándorfehérvári győzelemre utalok, a tragédia pedig a trianoni tragédia. Ezt egy ügyes, faparogó tanítóbácsi jelképesen megfaragta, kifejezve ezen az eseménynek a fontosságát. Egy másik ilyen emlékpark az 1848-as 49 szabadsághoz és a két világháború helyi áldozatok népsorával. Itt minden évben, főleg március 15-én, világmagyarság ünnepe, a forradalom évfordulója, ez a nap talán a legfontosabb ünnepünk. Ugye megtartjuk a falunapokat, az június most a jövő hónap közepén, nem hiszem ugye, hogy most az idén elmarad az adott helyzet miatt. Hát igen. Akkor van a búcsú, augusztus 20. A másik, amit szoktunk, csak ugye a másik most a 100 éves évfordulóra, mindig van egy ilyen magaslat, oda a Trianon emlékére mindig lárma tüzet. És ez egy érdekes jelenség, hogy a közeli településeken, a legmagasabb pontokon egy időben ennek emlékére ilyen tüzeket gyújtunk. Nagyon szépen látszik este az esti fényben. Ez nagyon-nagyon-nagyon szép. Hát gyönyörű szép lehet, és lélekemelő. A másik, amilyen ünnepek, amit ugye évente megtartunk, amikor ennyi fiatalságunk van. Vannak egyesületeink, szervezeteink, aki a kultúrával foglalkoznak. Ilyent említem, az Ernyáj, a Borusnyán tánccsoportok. Évente van az 1000 éves székelylány találkozója, ezen mindig részt veszünk és díjakkal térünk haza. Akkor híres a gerincei férfi dalárdánk, titér a zenekar. Akkor van a cserkész csapatunk, a Nagyboldogasszony névre hallgató cserkész csapat. Vannak hagyományőrzőink, a székely határőr gyalogezet, ez mindig ezen a március nagy ünnepeken vízbe vágják magukat, és jelen vannak. Hú, de jó lenne ott lenni. Jövőre. Biza, mondom, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Akkor hadd ne hagyjam el a sporttevékenységeket is. Valóban van egy futballcsapatunk,
Akkor karácsonykor gondolunk az idősekre, van a karácsonyi vásár, az utolsó betlehemi békelánk advent utolsó szombatján, akkor megszervezzük az idősek, a betegeknek a látogatását. Jó mozgalmas az életük. Valóban. Egy kicsit beszéljünk a napi gondokról is, hiszen nyilván egy települést fejleszteni kell, vagy éppen karban tartani kell. Mi az, amire már büszkék, és mi az, amivel készülnek? A legelső volt, amit megépítettünk, az az óvodánk. Hál' Istennek arra sorsa jutottunk, az egy felújítás volt, hogy az idén már bővítésről kell gondolkodnunk. Gratulálok! A másik ilyen fontos, amikor ide kerültem, átadtunk egy új iskolát, most a régi nagyiskolát újítsuk fel. Most már áttérnék, ugye, mert az egészség is éppen ilyen fontos. Tavaly felújítottuk az orvosi rendelőket, az idén kibővítjük. A kultúrotthonnak egy pályázatban való felújítása, körülbelül egy nagyértékű pályázat, több mint 600 ezer eurós pályázat. Szükség van a modern utakra, járdákra. Egy másik pályázat, az több mint 1,3 millió euró. Ezek az idén kezdődnek el, és folytatódnak. Ugye infrastruktúrában víz teljesen a falon le van födve, ami talán még nagyon fontos, ami egy kicsit akadozott, de az idén úgy látom, hogy sínre tesszük, ez a szennyvíznek a megoldása és tisztítása. Hát látom, hogy nagy szeretettel és tényleg odafigyeléssel végzi a munkáját. Annyi maradt még hátra, hogy ajánljon nekünk egy jó gelencei ebédet. Mit főznének nekünk? Hát ugye mi híresek vagyunk a székely káposztáról. A másik ajánlom egy jó disznóvágáson részt venni. Ami itt Gelencén meglelhető, borral nem dicsekszünk, mert ugye nem vagyunk szőlőtermelő vidék, de van szenzációs pálinkánk, vannak pálinka főzőink. Tehát ilyen szempontból van, mit elővegyünk a kamrából, és vendéget fogadjunk. Hát kedves Cseh József polgármester úr, mi nagyon köszönjük ezt az igen gazdag bemutatást, és remélem, hogy egészségesek, messze elkerülte önöket a koronavírus. Bízom. A végezetül azért szeretnék egy pár szót még. Mindezen sokszínű tevékenység mellett a gelenciek legszebb és legnemesebb erénye a vendégszeretet. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki Erdélyben, Székelyföldön jár, bárhonnan érkezik a nagyvilágból. Mert megmaradásunknak egy záloga van, megtartani a magyar szót, félteni és óvni, továbbadni, verset mondani, énekelni, anyánk nyelvén írni, olvasni, imádkozni. Ez a magyarság örök hivatása. Köszönöm szépen! Isten áldja meg, polgármester úr, és nagy-nagy szeretetünket küldjük Gelencének, és köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget!